A rendszeres haltelepítések ellenére egyre fogy a halállomány a Nagykükülő székelyudvarhelyi szakaszán, és ezért főként a befolyó tisztítatlan szennyvizek a felelősek, mondják a helyi halőrök. A helyenként szemetes folyópart, és a kétes eredetű szürkés vizek ellenére az innen nyert ivóvíz minősége jó, fogyasztása az emberi egészségre nem veszélyes. Pénzes Pér, Petényi Márna és Fenékjáró Küllő is megélt régebben a Nagyküküllőben. Mára azonban elhúzódtak a folyó városi szakaszáról. Hát tűnnek el olyan őshonos halfajták, amely egyértelműen a tiszta vizet kedveli. Most ha nincs meg a tiszta víz, akkor ugye nem biztosítottak az életfeltételek számára. Itt, ahogy eléri a város határát a víz, itt már csak a szennyvíznek a jele látszik a köveken, ez a barna foly, a nyálkás moha, ami a szennyezett víznek a következménye. Ezt teszik meg például a paduc, eve táplálkozik, el lehet képzelni, hogy milyen lehet annak a halnak a húsa. A Nagyküküllő Vadász és Horgász Egyesület halőrei szerint az őshonos halfajták eltűnéséért egyértelműen a folyóba ömlő tisztítatlan vizek felelősek. Ha csak a nagy befolyókat számoljuk, akkor ez a második 300-400 méteren belül, és ettől egy kicsivel lennebb van még egy, aztán még egy. Mint mondják, évente több száz kilogramm sebes pisztrangot telepítenek a Küküllőbe, ám szinte hiába. A folyó városi szakaszáról elhúzódnak az őshonos halfajták. Az ikrákat lerakják, lejön ez a szennyvíz, és valósággal megpenészednek az ikrák. Tehát nem életképesek, elpusztulnak azelőtt, mielőtt kikelhetnének. Kapás még egyetlenben egy se volt. Úgyhogy halunk, egy sincs. Mérjük a klór szintet, a kiengedett klór szintet, mérjük a kémiai semlegességet, hogy savas-e vagy lugos. És ez már a székelyudvarhelyi víztisztító állomás Románia egyik legjobb szűrőberendezésével. Két óránként vesznek mintát a vízből, emellett a közegészségügyi hatóság is rendszeresen ellenőrzi az itt előállított ivóvizet. A Küküllő folyóból kiemelt és szivattyúval feljuttatott nyers vízhez hozzáadunk egy ülepítőszert, ez az ülepítőszer bekeveredik, és a hátam mögött látható ülepítő medencékben, vagy kör alakú ülepítőkben ilyen szép kis pelyhek formájában magához köti a szerves anyagot, lebegő anyagokat, amely a ülepítőnek az aljára szépen leszáll. Az előtisztított víz egy kétfázisú, plusz egy aktív szenes szűrőberendezésbe kerül innen. Sokkal kevesebb vegyszer, ülepítőszer felhasználással, és fajlagosan kevesebb költséggel lehet ivóvizet előállítani, de a lényeg az, ami a fogyasztónál jelentkezik, az a tiszta ivóvíz, amit úgy érzékelnek, hogyha zuhanyoznak, vagy háztartásban végeznek valamiféle mosogatást, vagy mosást, akkor egyfajta sejmesebb, jobb érzetű, a klór származékoktól, mint íztől, mint szaghatástól csökkentett ivóvízzel találkozhat a fogyasztó. Az itt előállított ivóvíz tehát emberi fogyasztásra teljesen alkalmas, az egészségünkre nem veszélyes. A folyó élőlényeinek megóvásáért azonban bőven lenne tennivaló, addig, míg a folyamat még visszafordítható.